Jó estét kívánok a Bajnokok Városa mai adásában egy, azt gondolom nyugodtan mondhatom, egy rendkívüli sportemberrel, emberrel ismerkedhetnek meg. Tóth Sándor hegymászó a vendégünk, köszöntelek a stúdióban. És hát Sándorról azt kell tudni elsősorban, hogy mind a hét hideg hegyét vagy hideg vulkányát megmászta a földgolyónak, ami hát magyarként egyedülálló, és egyéb iránt ő a 17. ember a világon, aki ezt teljesítette. De hát az ő élete és ez az egész misszió, amit ő elindított, vagy küldetés, ez a hegymászás, és hogy ez hogyan csöppent az ő életébe, ez is egy nagyon-nagyon különleges dolog, úgyhogy erről fogunk beszélgetni a mai adásunkban. És legutóbb egyébként Tóth Sándor nem mellékesen az Antarktisz vulkánját mászta meg, ami hát, hogyha eleve az ottani éghajlatba és viszonyokba belegondolunk, embert próbáló, nem hiába futott össze egyébként Rakoncai Gáborral a déli sarkon. No hát Sándor, én nem is tudom, hogy honnan kezdjük, mert tényleg nagyon-nagyon sok különleges dolog van a te életedben hegymászóként, meg magánemberként, de talán kezdjük ezzel a legutóbbi expedícióddal, vagy mászásoddal, amivel gyakorlatilag föltetted az íre a pontot. Igen, hát január 15-én értem fel a déli sark, pontosabban az Antarktisz legmagasabb vulkánjának a csúcsára első magyarként. Előtte találkoztam Rakoncai Gáborral, azzal a géppel szállt ki a kontinensről, amivel én érkeztem, és hát ez a hét kontinens legnagyobb vulkánja, a Vulcanic Seven Summit projektnek az utolsó állomása volt. Ez nagyon fontos volt számomra, és nagyon örülök, hogy sikerrel teljesítettem. Itt egyébként talán a magasság az Antarktiszon az másodlagos. Vagy nem jól gondolom? Abszolút. A sorozatban a legkisebb hegyről beszélünk egyébként, 4300 méter gyakorlatilag. A többi hegyhez képest elenyésző ez a magasság. Az Antarktiszon a legnagyobb kihívást az extrém hideg jelenti elsősorban, és a nagyon, nagyon erős szél. Tehát az Antarktiszt novembertől januárig tartó időszakban lehet megmászni, vagy pontosabban az Antarktiszon bármilyen sporttevékenységet csak ebben az időszakban lehet elvégezni, és akkor is -40-50 fokra kell készülni, tehát ez az extremitása főként. És erre hogyan tudták készülni? Hát megfelelő ruházattal, tehát én egy angol manufaktúrával gyártottam le speciális ruhát ezekre a hőfokokra, tehát én így készültem a hidegre. Nyilván vannak olyan szabad területek, arc egyéb felületen, ahol nem lehet megfelelő maszkokkal védeni a bőrt. Tehát oda kell figyelni rendkívül módon, hogy hogyan segítjük elő azt, hogy ne legyenek fagyási sérülések. Ugye egyébként Fejér megyében élsz, de nem Fehérváron, de azért vannak szálak, amelyek Székesfehérvárhoz kötnek. Nem csak úgy, mint diák, vagy mint gyerek, hanem egy élmény, vagy egy könyv, ami elindított, vagy ami megjelent az életedben. Igen. Hát én Várról érkeztem, és Székesfehérváron a Vörösmarty szakmunkás kézűben tanultam, mint műkőkészítő. És annak idején, mikor anyagismeretórán tanultunk a gránitokról, a gránit egy vulkánikus eredeti kőzet, így egy jó ideig azzal viccelődtem Székesfehérvár könyvesboltjaiba, hogy kerestem a saját meg nem íródott könyvemet, Tóth Sándor Vulkánok és Gejzírek című könyvét, és ezt szorgosan keresték hetekig, akár egy-két hónapig is, tehát akkor még nem volt egy internetes adatbázis, hogy le tudjanak csekkolni, és ez kiderüljön, hogy ez a könyv nem valós. Így ezzel elszórakoztam egy ideig, ez elfelejtődött részemről, és kb. 20-25 évre rájött egy ilyen gondolat, egy sugallat, egyik reggel arra ébredtem, hogy meg kell másznom a Kilimandzsárót, semmi előzménye nem volt ennek, és így kezdődött ez a hegymászói karrier, vagy hegymászói tevékenység. És előtte más tervekkel kapcsolatban ébredtél így? Amit még nem tudunk rólad, mert lehet, hogy csomó mindent teljesítettél már, csak róla még nem tudunk. Volt már több ilyen, amit még úgy kimagaslónak mondanék, hogy volt ugyanilyen sugallat, egy ilyen álom, hogy nekem márványhegedűt kell faragnom, ez nem áll távol az én szakmámtól, igen, de még soha előtte nem faragtam márványhegedűt. És mikor elkészült, két nap alatt kézzel elkészítettem egy élethű méretű márványhegedűt, akkor értesültem arról, hogy vált településen Mága Zoltán 100 templomi koncert sorozata következő állomása, tehát nálunk lesz.
a templom 50 méterre van tőlem, és nem is hallottam előtte erről a kezdeményezésről, és mikor elkészültem a hegedűvel, akkor én felajánlottam egy beteg kislány megsegítésére, nyilván ez a koncertsorozat is arra készül, vagy azt szimbolizálta, és Mága Zoltán aláírásával elvereztük ezt a hegedűt, és jó útra került, vagy pontosabban jó célt szolgált ez a hegedű, és így innentől kezdve az ilyen álmoknak, sugallatoknak különösen nagy jelentőséget tulajdonítok, tehát én abszolút egyből beállok egy ilyen jellegű feladatba, hogy ilyen érzésem van, hogy nekem valamit kell csinálnom, valami különlegeset. Most 3 éve volt ez, akkor voltál 36-37 éves? 38. Igen. Jó, 38 évesen arra ébred az ember, hogy meg akarja mászni Kilimandzsárót. Miért ne? Na de tériszonyos vagy. Hát igen, ez a másik fő mozgató rugója. Tehát én agykontrollozom, meditálok egy 15 éve, és úgy gondolom, hogy a valódi élet a komfortzónán kívüli élet. Mer belevágni olyan dolgokba, amitől félsz, és akkor rájössz egy idő után nincs, mitől félned. Az embereknek az önkorlátozó hiedelmeik nagyon behatárolják az életüket, mert amik évek során gyerekkorukban rárakódtak bizonyos negatív érzések, szülői, vagy pedagógusi, vagy más egyéb, vagy baráti társaságból, hogy te nem vagy képes erre, arra, ügyetlen vagy, nem tudod megoldani. Te ezekkel tudatosulsz, és elhiszed magadról, hogy valójában te egy ilyen ember vagy, a külső körülmények, vagy a külső behatások által te meghatározod, hogy milyen ember vagy, de az teljesen messze áll a valóságtól, és én úgy döntöttem, hogy húzok egy vonalat, és én magamat meg akarom ismerni, úgyhogy hát nem azt mondom, hogy veszélyesebb szituációkba keveredek szándékosan, de ez fontos nekem, hogy olyan területekre érkezzek, amivel még nem találkoztam életemben, és akkor tudom megismerni jobban önmagam. Az első mászásodnak, a Kilimandzsárónak, annak hogy indultál neki? Hát ott is. Próbáltál egy falat mászni előtte, vagy belementél a sűrűjébe? Igen. Nem készültem különösebben a Kilimandzsáróra, tehát némi fizikális felkészülés a magam módján, most már nyilván profibb módon, személyedzővel felépítve az edzéstervet készülök hegyekre, speciálisan minden hegyre külön más edzéstervel. Ott nem volt ilyen jellegű, egy amatőr felkészülés volt. Én úgy gondoltam, hogy a siker 70%-ban fejben dől el, és én fejben 50-100-szor megmásztam a Kilimandzsárót, az internetről leszedett anyagokból készülve az egyes napi etapokra, és ez így történt. Tehát így fogtam még én ezt a dolgot. Egyébként ez a hét hegy, vagy hét hideg vulkáni csúcs, ez igényel, vagy igényelt sziklamászást, vagy ez egy rendkívül erőltetett menet, ezt hogyan képzeljük el? Van a köztudatban tévhit a nagy hegyekről, tehát ha 8000-es hegyekről is beszélünk, hogy itt tényleg olyan sziklamászások vagy jégmászásokon kell átmenni a sportolónak, ez nem így van. Tehát többnyire ez lábon, nyilván segédeszközökkel, jégcsákánnyal, túrabotokkal segítve a mozgást haladsz felfelé, erőltetett menetről van szó. Tehát a föld legnagyobb vulkánján, mondjuk Chilében, ami közel 7000 méter, ott 8-10-15 lépésenként meg kell állni, és én úgy próbáltam tempót tartani, hogy ezeknél az etapoknál 10 lélegzetvétel pihenéssel pihenem ki azt az előző 15 lépést, mert az olyan, mintha egy sprintet futnék, tehát ez 15 órán keresztüli megterhelést jelent. Akkor is nehéz feladat, hogyha tényleg nem egy klasszikus vagy elképzelt kézzel mászós variáció. Na most akkor vegyük sorra ezt a hét csúcsot, és akkor tegyük mellé a magasságot, meg akkor tegyük időrendbe is. Szóval először Kilimandzsáró. Hát először a Kilimandzsárót 2016-ban másztam meg, január 23-án 7 óra 30 perckor álltam a csúcson. Az elsőt meg az utolsót persze pontosan tudom, az nagyon fontos volt az életemben. Hát Afrika csúcsáról beszélünk, és Afrika legmagasabb vulkánja is egyben, mint egybeesik. A következő hegyem az Iránban volt, Ázsia legnagyobb vulkánja, ez egy Damavad nevezetű hegy, 5671 méter. Rá 3 hétre megmásztam Elbuszt a Kaukázusba, Európa csúcsa hivatalosan, 5642 méter. Utána a negyedik hegyként következett Chilébe a föld legnagyobb vulkánja, Ojos del Salado 6893 méterrel.
rá 3-4 hétre megmásztam Mexikóba a Pico de Orizabát, az 5636 méter, és akkor első magyar csapatként másztuk meg Pápua-Új-Guineán egy polgárháborús helyzetbe csöppenve Mont Giluve nevezetű vulkánt, 4367 méter, és akkor a Mont Sidli Antarktisz, az pedig 4285 méter. Ez igen. És valahol egyébként a tériszony kijött? Vagy itt olyan elképzelhetetlen mélységekről beszélünk, hogy én is az vagyok, de a repülőn például, ha kinézek az ablakon, egyáltalán nem zavar, mert az, és valahol egyébként ez a magasság is már olyan, amiről, ahol te jártál. Igen. Tériszonnyal ilyenkor nem foglalkozom. Tényleg rendkívüli, hogy akár itt a civil életben, hogyha egy 2 méter magas padlón végig kellene mennem, azt nem tudnám megtenni. Azt, amit. De tényleg. És ott pedig lépésről lépésre haladunk, és annyira jelenbe vagy, annyira a következő lépés számít, teljesen egy letisztult, más tudatállapotban vagy, hogy nem is foglalkozol ezzel, nincs időd ezzel foglalkozni. Ezek az itthon felvett külsőségek, álarcok lehullanak, és ott vagy a magad csupasz valójában, teljesen más kategória. Ezt nem lehet elmondani, így ki kell próbálni. Ez egy vagy olyan El Camino neked akkor, nem? Hát igen, az El Camino az egy nagyon kedvelt zarándokút, és úgy gondolják, hogy ha azt végig járod, akkor annyira elmélyülsz. Biztos, hogy van benne csak valami. Csak összehasonlítás más kategóriára mondom. Beszélünk, de nekem nyilván ez egy belső utazás, én azt szoktam erre mondani. Tehát nem, nekem nem a hegymászásról szól, hanem az önmagam megismerésére irányul ez az egész. És közben mind gondolkozol, azt elárulod? Tehát mindenféle jár a fejedben? Hát persze, számot vesz az életeddel, nyilván jó párszor le tudod pörgetni, mert időd van erre, de tényleg ami fontos, hogy annyira jelenben vagy, és ezt tudom átültetni a mindennapjaimba. Az emberek azt rontják el, én úgy gondolom, hogy nem élnek a jelenben, hanem vagy a múlton rágódnak, vagy a jövőtől félnek, de nem élik meg az adott pillanatot, és csak az adott pillanat, amikor neked lehetőséged van arra, hogy változtass az életeden. Tehát ezek ilyen üres járatok itt a normál hétköznapokban. A hét csúcs közül melyik volt a legnehezebb? Hát mindegyik szempontból, tehát mindegyik nehéz valamilyen szempontból. A föld legnagyobb vulkánja, 6893 méter, az már egy egész komoly magasság, tehát majdnem 7000 méterről beszélünk. Ott az egyik barátom csúcsról fordulva lefelé, majdnem mellettem halt meg. Tehát előttem esett össze, mindenkit fejbe lőttek, nem tudtuk, hogy mi történt vele. Tehát általában 3 dolog történt ilyen magasságban, vagy a terheléstől kapott egy infarktust, vagy egy agyödéma, vagy egy tüdőembólia vitte el. Abban a pillanatban tényleg azt hittük, hogy ő meghalt. És az ő letámogatása, leszállítása, 1000 métert húztuk lefelé egy másik barátommal, az egy nagy küzdelem volt. Hiába próbáltunk segítséget hívni műholdas telefonokon, pont egy viharba kerültünk, és mondták, hogy nem szállnak fel értünk, tehát oldjuk meg. Ez egy extrém nehéz helyzet volt. A másik pedig mondjuk Pápua-Új-Guineán, hogy úgy mentünk ki, hogy egy polgárháborús helyzetbe csöppentünk. Pont választások voltak Új-Guineán, és macsétával mászkáltak az emberek az utcán, és összecsapások voltak, fosztogatásokat, részesei voltunk. Hát ehhez képest az Antarktisz? Az Antarktisz, igen, az egy könnyed volt, attól függetlenül, hogy ez a Mont Sidli hegy annyira elszeparált területen van az Antarktiszon belül is, hogy 1000 kilométert vittek még minket az Antarktiszon belül, több leszállással, és mi ott a semmi közepén tankoltuk, fejtettük át az üzemanyagot, hogy mi eljussuk legalább a Mont Sidli alaptáboráig, és gyakorlatilag 5-6-an voltunk 1000 kilométerre bármilyen emberi élőlénytől. Az is extrém, abból a szempontból sokan bepánikolnak. Te voltál, hogy megijedtél, hogy féltél? Nem. Én erre előre készültem, és nagyon érdekes, hogy tényleg a napokban jutott eszembe, hogy mikor felnéztem az égre, és felnéztem a napra, és akkor csak az villant be, hogy ugyanez a nap süt rám itthon is, és mi bajom lehet, mikor ugyanaz a nap alatt vagyok. Hárman voltunk a világból, ez egy nemzetközi expedíció volt, egy orosz és egy indiai mászóval, és volt 2 helyi, hát úgy helyi, hogy polar guide, akik oda visznek utat, ők segítettek minket a tájékozódásba. Nincsenek ösvények, nincsen kihúzott kötél, mint a többi hegyeken, hanem GPS navigációval tájékozottunk koordináták alapján, tehát az is már egy extremitás volt, hogy eleve megtaláljuk a helyes utat.
Mit szól ez a családod? Ugye két gyereked. Igen, van. Két gyerekes családapa vagy. Igen. 11 éves fiam van és egy 8 éves lányom. Nagyon büszkék rám elsősorban. Tudják, hogy odafigyelek magamra és kellőképpen felkészülök. Ez nyilván az én vállalkozásaimban és az egész életemben ez úgy megjelenik, hogy én odafigyelek mindenre, és tényleg kizárom a rizikónak a legkisebb kockázatát sem szoktam bevállalni. Úgyhogy nem féltenek, vagy hát nem úgy mondják, hogy szemembe, hogy nyilván vigyázzak magamra, stb., de bíznak olyan, hogy felérek, és tehát az a fontos, hogy épségbe az érjek bármilyen útról. Ugye idén január 4. és 21. között jártál az Antarktiszon, akkor hódítottad meg a Mount Sidley-t. Melyik volt a legkönnyebb és a legnehezebb napod az Antarktiszon? Kezdjük a legkönnyebb. Hát nyilván a legkönnyebb az, amikor még nem mászol, hanem az úgy indul, hogy Punta Arenasból, Chile déli részéről érkezünk be egy katonai géppel, egy terszállító géppel az Antarktiszra. Ott van egy alaptábor, ahonnan indul minden sporttevékenység, Union Gletschernek hívják. 3 hónapig felépítenek egy sátortábort, azt úgy kell elképzelni, mint egy olimpiai falu, tehát ott több Everest mászóval találkoztam, mint ami az Everesten van, tehát hihetetlen, hogy minden második embernek csinálta már az Everestet. Én még nem, még kilógok a sorból, úgyhogy még ez is tervben van. Hát azok a könnyedebb időszakok, ott felkészültünk arra, hogyha mentési szituációk vannak, begyakoroltunk tényleg ott, hogy ha gletszer hasadékba esünk, vagy egyéb dolog történik, akkor hogy reagálunk rá, és csapatként hogy működünk együtt. Ez nagyon fontos ott. És akkor megkezdtük az utazást az Antarktiszon belül a Sidley régióba. Hát azt mondom, hogy felkészültem erre a hegyre, a csúcsmászás a legnehezebb. Az egy 15 órás etapról beszélünk, 1500 szintemelkedés van, és a szélfaktort figyelembe véve kb. Minusz 36 fokba másztuk meg ezt a vulkánt. Tehát ez a 15 óra az egy minusz 36 fokos mérsékletben egy folyamatos menetelésről van szó. Mivel egymáshoz vagyunk kötve a gletszer hasadékok miatt, hogy nehogy beszakadjunk, vagy tudjunk egymáson segíteni, így 2 óránként 5 perc pihenő volt engedélyezve, és ami még extrémnek mondható, hogy még szokatlannak, hogy egy 105 literes hátizsákkal, a legnagyobb hátizsákkal mentünk a csúcsmászásra, egyébként ez ilyen 20 literes hátizsákkal szokott történni a többi területen. Hát itt nagyon sok felszerelést vittük magukkal, mert 5 percenként olyan vihar kerekedik, hogy a túlélő felszerelésünk minden nálunk volt. Hát ezeknek a hegycsúcsoknak a megmászása is embert próbáló feladat, de hát nyilván a finanszírozás sem egyszerű. Így van. Mesélnél erről? Így van. Hát szerencsére az Antarktiszi projekthez tudtam szponzort találni. Egy amerikai cég uralja az Antarktisz összes sporttevékenységét, monopól helyzetben vannak, tehát ott olyan költségekről beszélünk, hogy tényleg félelmetes. A többi út azt mondom, hogy viszonylag kedvező áron van, kedvező áron meg lehet oldani, saját finanszírozás többnyire. Tehát egy családi nyaralás áráról beszélünk. Tehát az Antarktiszra csak úgy ott nem indulhatsz el mondjuk harmad magaddal, vagy negyed magaddal, csak akkor, hogyha befizeted a pénzt. Így van, nagyon sok kritérium van az antarktiszi beutazásnak is, főleg sporttevékenység céljára. Körülbelül 40 oldalas kérdőívek, különböző teszteket kellett kitölteni, amit a cég biztosított számunkra, pszichológiai tesztek, eddigi mászások, hol aludtál, milyen magasságot értél el eddig, volt-e bármilyen betegséged, fagyási sérülésed, ami a hegymászáshoz köthető nagyon sok pontot. És ami még nagyon fontos, hogy ez annyira nehéz a mentés és költséges a mentés az Antarktiszra, és sajnos egyre több mentésre szorulnak a sportolók, hogy a mi biztosításunk, a mi régiónkban, ahol mi utaztunk, ott van a legnagyobb biztosítási követelmény, $1 millió keretet kell biztosítani, fedezetet biztosítani a biztosítónak, hogyha valami mentés van, hogy egy gép kifejezetten érted el tudjon indulni, és lehetőleg megmenteni. Az igen, hát akkor a háttérország előteremtése sem annyira egyszerű. No de, most, hogy teljesítetted ezt a 7 csúcsot, újra nekivágnál, hogyha minden igaz, de már egy sokkal rövidebb időintervallumon belül. Így van,
Azt szokták mondani, hogy evés közben jön meg az étvágy, és nálam is ez így van. Nem öncélú mászásról beszélünk, és nem az egóm hajt, hanem tudom, hogy képes vagyok rá, és szeretnék példát mutatni mindenkinek, akit érdekel, vagy a versenysport, vagy a hegymászás, vagy mind a kettő. 80 napon belül szeretném még egyszer megmászni ezt a 7 vulkánt, tehát ezt a Volcanic 7 Summit projektet, egyik hegyről le a másikra fel 80 nap alatt. Szeretném teljesíteni, az előzetes számításaim alapján 60-65 nap alatt valószínűleg ezt lehet teljesíteni. Nyilván az időjárás egyéb körülmények közbeszólhatnak. Itt a hegyek vagy az országok, kontinensek közötti logisztika nagyon fontos, mert ott nagyon sok napot el lehet úgymond vesztegetni. Mm-hmm. Ez egyfajta rekord is, hogyha tudod. Ez egy Guinness rekord, igen, egy Guinness világrekordról beszélünk. Mindenképpen meg fogom ezt tenni és meg fogom csinálni. Egyedül vagy társakkal, vagy egyáltalán lehet ezt egyedül, vagy szabad mászni? Mindenképpen hát az Antarktisznál nem tudom kihagyni az amerikai céget, aki ott uralja a sporttevékenységet, a többit azt meg tudjuk oldani magánszervezésbe. Mármint úgy, hogy egyedül vágsz neki ezeknek a csúcsok? Egyedül. Hát kell személyzet, mert pár fő guide mindegyik helynél szükségeltetik. Egy az, hogy biztosítás szempontjából, meg a felszereléseknek a mozgatása a logisztika szempontjából, de első magyarként, vagy egyedüli magyarként szeretném ezt végigjárni, így van. Tehát 80 nap alatt a csúcsok körül. Ez is egy könyv ihlette akkor ezek szerint. De van egy másik is, egy másik expedíció, ami viszont már egyértelműen az Antarktiszhoz köthető kizárólag. Így van. Megismerkedtem az Antarktiszon Neszmély Emillel, aki megmászta ügyvédként Everestet. Meg egy régebbi jó barátom, aki többször járt az Antarktiszon, és mi hárman szeretnénk egy magyar csapatot alkotva az Antarktisz legnagyobb kihívását, a Herkules expedíciót teljesíteni. 1130 kilométert szeretnénk síelve, felszerelésünket húzva elérni a déli sarkpontot, tehát ez egy extrém kihívás. És ennek, vagy ezeknek az akcióknak azért karitatív ága is lenne, hogyha jól tudom. Így van, tehát a könyvírás az nekem mindenféleképpen a Bátor táborhoz köthető. Ha elkészül a könyvem, akkor a teljes bevételt, a teljes profitot a Bátor tábornak ajánlottam fel. Azon felül a Bátor tábor élmény, különítmény sportolója vagyok, segítője. És ettől függetlenül a nagy antarktiszi projektnél meg defibrillátorokat szeretnénk gyűjteni iskolákba, olyan közintézményekbe, ahol nincs. Tehát mindenféleképpen nekünk fontos, hogy legyen egy olyan célzat, ami segítség, adakozás, karitatív jelleg. Nekünk ez abszolút fontos, nem az ego hajt minket. És az Everest, az mikorra van betervezve? Hát, hogyha jól alakulnak a dolgok, és így szépen tudunk lépni, akkor ha 3 év múlva, tehát ez egy évben egy projektet lehet elvégezni az antarktiszi rövid mászható sportidőszak miatt. Amit az Everestnél szeretnék, hogy ott is egy magyar rekordot, időrekordot beállítani, mostani technikákkal, akklimatizációs felszerelésekkel gyakorlatilag 22 nap alatt meg lehet mászni úgy az Everestet, hogy eddig 65 nap volt a limit időszak. Hát nyilván, aki 3 év alatt ilyen rendkívüli dolgot visz véghez, az azért maximalista is. Te elégedett vagy az önmagad teljesítményével? Hát így visszagondolva elégedett vagyok, mert tényleg távol állt tőlem a hegymászás és bármilyen sport, komolyabb sport. Kamaszkoromban futballoztam vállon, de hát nyilván az egy elenyésző dolog. Elégedett vagyok, de szeretnék többet, tehát magamhoz képest szeretnék egyre jobb lenni. Az igazi versenyző vagy az igazi sportoló nem mást akar legyőzni, hanem önmagát akarja legyőzni minden egyes nap. Hogyha te így gondolkodsz, hogy magadat akarod legyőzni, és minden nap jobb akarsz lenni az előző napodnál, akkor te mindig boldog vagy, mert ez teljesíthető. Te minden, az élet minden területén jobbak vagyunk, mint tegnap voltunk, mert tanultunk az előző napokból, előző napi kihívásokból, és ezt fel lehet szépen építeni, úgyhogy te mindig boldog vagy. Hogyha más nézel, ha mást akarsz legyőzni, akkor te vesztes tudsz csak lenni, mert mindig van nálad jobb az adott területen.
és nekem ez egy belső utazás, és így építem fel önmagam a hegymászás által más területeken is. Hát sok-sok győzelmet, utazást, sikeres kilométert kívánunk neked, nem csak vízszintesen, hanem függőleges irányban és a csúcsokon, akár vulkáni csúcsokról, akár az Everestről, vagy bármiről legyen szó. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen. Minden jót kívánunk neked. Köszönöm. Vigyázz azért magadra feltétlenül. Kedves nézőink, ez volt már a Bajnokok Városa. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.